Gentlemen, Keeper the Tank is here! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper megérkezett, és ugyanolyan bolond, mint szokott lenni. Egyébként Norvég nagyon jól megfogalmazta egy kommentbe, autentikusan, választékosan, és igazából nagyon precízen, hogy mi történt a zombi és a falnak a kölcső hatásával. Hát igazából úgy átment a zombi a falon, mint Finga gatyán, úgyhogy ennél jobban igazából én sem tudtam volna definiálni ezt a szituációt, amit végignéztünk az előző részbe. De vágjuk bele a lecsóba, egy csomó ötletem van már megint, folyamatosan. Tudom, biciklit kéne javítani, meg felhúzni ezeket a blokkokat, de egyébként tök jó, hogy nem húztam fel, mert kitalált a képer már megint valami csodálatos dolgot. Én nekem nem tetszik ez. Ez az egész középső rész. Nem, egyszerűen nem tetszik, de most halál komolyan, ez nekem nem tetszik. Tudjátok, hogy miért nem tetszik? Mert megtöri a teret. A Feng Shui szerint az ősi indiaiak már elmondták, hogy nem szabad úgy piramis bázist építeni a Seven Days to Die-ba, hogy a középső szekciót nem tudod átjárni. Mert állandóan futhatod körbe ezt a szart, és konkrétan nem tudsz belőle egyik kikészmeregni. Ez egy hülyeség. Ez egy hülyeség, hogy ez itt középen van! De komolyan, egyébként miért bejön itt a fény? Olyan volt, mintha bejött volna a fény. Rendesen féltem. Jó van, oké, egy kicsit fel vagyok pörögve, bocsánatot kérek érte. De olyan, nem tudom, olyan jó, hogy írva vagyok, olyan jó ez a játék, nagyon szereti a képer. Na, arra gondoltam, hogy egyébként ezt teljesen át kéne alakítani. Ez tök jó az a koncepció, hogy itt így a kettő blokk közé így van csinálva egy ilyen védfal. És mi lenne, hogyha minden négy irányba lenne ilyen védfal csinálva, és valahogy máshogy oldanánk meg ezt a középső följáratot. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy ki merjem-e szedni, de én valószínűleg, hogy ki fogom szedni, gyerekek. Hát, ja, nem tudom, hogy ez mennyire fog baráti lenni. Ugye a középső szekció az meg fog maradni, mert azon lesznek majd a... Jó. Húzzunk gyorsan, mert igazából egy csomó mindent kéne csinálni. Egyébként gyerekek arra gondoltak éppen, hogy most igen, most bázis építés lesz, úgyhogy bocs, ez fakerez, de ez erre gondoltam. Követ fogunk kraftolni, meg mindenféle csoda jó dolgot, ilyen is kell, olyan is kell, amolyan is kell. Cobblestone annyi kéne, mint a sár. Várjál, egy bedrolt egyébként, de várt, dobtam bedrolt, ne legyél hülye képen, nyugodjál meg szépen, attól meg nyugszó. Ebből szerintem kellene egy. Hát igazából nem kellene, hanem nem kellene. Vagy kellene? Nem kellene? 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 Egy olyan 25 darabot jegyezzünk ki, annyiban jó gyerekek? És akkor Cobblestone-ja kellene neki a képernek. 669, azért ez majdnem a tökéletes szám, a 69-es a legszebb szám. És a kedvenc sportom a 200 nőiből. Merre akarok kimenni? Kéne valamit csinálni gyerekek, itt a létrán fogom megnézni, hogy mennyi skill pontunk van. Nulla! Nulla! De mindegy, akármennyire is kevés a skillpontuk, egyébként mi a tökön van, hogy ilyen lukak vannak. Akármennyire is kevés a skillpontuk, megyünk már lehet ezzel a létrán. Egyébként ezeket tök át kéne alakítani, csak ameddig ugye a block damage-öm nem lesz megfelelően magas, addig a keeper nem fog nekiállni ásni, mert a töke kifaradtól. Ja, egyébként, egy csomó minden olyan jó dolgokat írtatok, hogy azt el nem tudjátok képzelni, úgyhogy kapásból. Ja, a biciklit meg fogom javítani, ígérem, mit is kell megígérnem még? Várjál, szánom, bánom, bűnöm, hogy sok hülyeséget csinálok, komolyan mondom, én rettenetesen bánatos vagyok ez ügyben, a keeper, ja, meg azt mondtátok, hogy ugye akármilyen olyan blokk, hogyha van, akkor azt tudom izélni. Tudom alakítani, várjál. Le kéne rakni. Figyelj, meg használjam a hotkey-ket. Azt is írtátok, mert különben olyan curar módon le tudtok cseszni. Nem tudom, borzalmas, amit tudtok művelni képenre. Rendesen elszomorodok, hallod? Na várjál, kellene csinálnom ilyen blokkocskát. Ugye? Miért van ilyen csúlya hang? Egyébként azt utálom ebbe a helyen itt a kiégett termében, hogy mindig ilyen ordinári, nehéz szülés az, hogy nehalkítsam le a játékot. Na, azt mondtátok, hogy nem jó ez, mert tényleg mind a finga gatyán átmegy rajta zombi-bombi, hanem csináljam azt, hogy mondjuk lehet azt, hogy például kívülbelül rács, azt akkor már is dupla védelem, a nehéz napokon is, és ez nekünk jó lehet. Megmondtátok egy olyat is, attól félek, oda nem tud felugrani a rácsra lehet nem ugrik fel. Akkor nem fog begyűri, úgyhogy a legegyszerűbb megoldás válaszol a keeper, most ez fog történni, itt egy csodálatos módon. Mondtátok, hogy vegyem ki az alsó sort, de és akkor az verjem ki. És akkor az is jó lehet, hát hallod?
Én azt már kirem verem, komolyan mondom, még ha kiéritek akkor. Jaj, oda nézze, oda bekerült. Na, igen, rakunk ide is, meg belül is rácsot, és akkor tudom őket ütni fölül, a fejütések befognak esni nekik, de mégse történik egy olyan szituáció, hogy tényleg itt beballagnak a zombi bombik. Egyébként most, hogy töltök fel ilyen videókat, így földobott egy másik videót, és ő a 100 akárhányadik bázison volt, és tök durva volt, mert a piramis bázisa volt a csávónak. Ja, úgyhogy 160-valahányadik napon volt, igen, a gyerek. Úgyhogy ez a piramis bázis nem annyira rossz, és megmondom őszintén, még bele is néztem, ő neki volt egy olyan tök jó ötlete, és nem fogom megvalósítani, mert nem akar klopni másonnan, hogy a tetőre ki tudott menni, és lelógtak a rácsok körbe, tehát nem tudott a tetőre fölmenni utána a zombi. Úgyhogy ez tök jó volt, mert elbukta az alsót, akkor följebb tudott menni. És így belegondolva, ezt jó ki, hogy nem végtelenség lehet csinálni, mert ugye az összes oszlopot kiverik, akkor leszakad, meg akármi történik, de ugye nem érnek el, és onnan még tudod őket így aprítani. Úgyhogy ez egy tök jó ötlet volt, és bírom, amikor kreativitással próbálja megoldani a paraszt gyerek a különböző nehéz szituációkat. Ja, azt így bírom, ezt így tetszik, és ez egy jó dolog. Nekem azt tetszik, hogy ez a játék, ez egy ilyen végtelen kreativitást nem igényel, hanem enged. Hogy meg tudod valósítani azt, amit éppen gondolsz, szeretnél, nem biztos, hogy működik, lehet, hogy befélelsz, de akkor is tudod úgy csinálni a dolgokat, ahogy szeretnéd. És ez egy olyan csodálatos dolog szerintem egy ilyen játékban. És a Minecraftnak pontosan szerintem ez a rettenetesen nagy előnye. Ide nem tudnak, de ide meg az a baj, föl tudnak ugrani gyerekek, akkor azt kell csinálni, hogy ezt a rácsot, ezt kijjel fogom hozni. Halál komolyan, úgyhogy ilyen blokkit azt még fogunk craftolni, mindjárt néhányat, mert az egy kicsit kevés lesz szerintem, Mária, 1, 2, 3, 4, 5, másik oldalon megint 5, az 10, sorba megint 5, 10, 20, 10, az mennyi az? 4x5, 20 körül, 20 meg a sarkokra is, 4, 24 darab akkor elég lesz, 5, akkor nem is kell, várjál már. Akkor ez, figyeljetek, most kiszámolja a képer, pont a sard 24 darabra kell lennie, akkor 19-et lecraftolok, azt már meg is történik a csoda. Na, igen, ugye nem jó, mert ezekre erre megint föl fognak ugrani, és akkor itten fognak topzolni. Tehát valahogy meg kéne azt akadályoznom. Erre gondoltam itt tedi. Jó, nem, egyébként nem vagyok annyira bolondám, mint amennyire látszik, hanem jobban, sokkal jobban. Bocs, de tényleg pörgök mind az állat, nagyon vártam, hogy játszassak, vártam, hogy csinálhassam tovább a bázist. Tök jó, mert ezzel így el lehet gondolkozni így napközben, hogy hogyan tudod megoldani a zombikat, azt jön a főnököm, aztán miért cseszted el ezt a marást? Hát azért, mert éppen azon gondolkozok, hogy ide jöjjenek be a zombik a bázisra, tesó. Vannak fontossági sorrend van, ne vicceljél velem. És ugye akkor majd el kell kezdenünk betonot csinálni. Figyelj, nem hiszed el, hogy pont kiszámoltam, azért figyelj. Most ezt így behoztam azt a hibámat, amikor oda néz, wow, matematikai zseni volt a kép. Ja, behoztam azt a hibát, amit elkövettem, akkor amikor kiszámoltam, hogy a 30x30 az 1500, nem tudom, az volt sikerült egyébként tényleg. So sorry érte. Na gyerekek, oda nézzél, látod? És akkor nem tud fölmászni, mert én már előre gondolkodok minden ügyileg. Meg egyébként ugye belülre is tudnék még egy rácsot, és akkor, hogyha kiütik a külső rácsot, és végelet, mert mégis betéved egy zombi, akkor ugye még tudok hadakozni. Közben azért nem álltad a körül nézni. Egyébként földobtam 90 percre az 24 órás időrendtarvallumot, hogy tudjuk valamit csinálni, nem tudom. Nekem az 60 perc retteltesen hosszú, a 120 az rott, vagy a 60 az nagyon kevés, a 120 az retteltesen hosszú. Ez a 90-es az ilyen kis, így kis kalandosan jól el tudunk lenni. Egy csomó mindent írtatok, például írtátok, hogy az animal trackinget tanulja, meg az a baj, nagyon sokan sokféle dolgot írtok, és minden egyitök hasznos, csak nehéz dönteni. Írjátok az animal trackinget, mert akkor, hogyha legugolok, akkor látom az állatokat elvileg a közelbe. Nem tudom, hogy működik, mert még szerintem az nem is volt akkor, amikor játszottam. Írtátok, hogy azt a kertészköréses dolg... Na mi van már? Elfogy, mi fogyott el, nincs a fá, baza. Ez gyerekek, fa hegyek.
itt az összeset kifogom vizet. Ja, valamilyen kertészkedés dolgot is tanuljak ki, mert különben, hogyha nem tanulom ki, akkor nem fogom tudni leszüretelni ezeket. Nem fognak adni mindig magot, és akkor ilyen nem nagyon értelme, nem nagyon van értelme. És akkor ezt most ki kell ütnöm? Ez nagyon jó, ez nagyon jó. Ja, de viszont mondtátok, hogy ezt jó lenne kitanulni. Ja, igen, kettő magot adott csak. Aha. Aha, erről beszéltetek, hogy ez így, de nem biztos, hogy megéri. Nem biztos, hogy megéri kertészkedni, hogyha ezt nem tanulom ki. Jó, csak az a baj. Egyébként könnyen megoldottam ezt a problémát, most nincs egy darab skillpontom, se szóval nem fogunk összeveszni, hogy melyiket fogjuk kitanulni. Ja, meg mondtátok, hogy az ásóba használjam a fémet, csináljak javítókészletet, és akkor inkább javítgassam azt, mert az sokkal jobb, úgyhogy az is fog használódni valószínűleg. Csak el ne felejtsem egyébként, nagyon sokszor, bár komolyan mondom, Discordon írtam egy srácnak, aki nagyon sokat szokott kommentálni, és mindig akkor veszem, vagy jut eszembe a kommentje, amikor írja, hogy hát nem nagyon hallgattad meg a kommentjeimet, és megkerestem a Discordon a srácot, azt írtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, meg látom a kommentjeidet, meg is fogadnám, csak elfelejtem mindig, amit akarok csinálni. Mármint ilyen, nem tudom, ilyen, vannak valamilyen terveim, ami így szeretnék csinálni aznap, mármint abban a gameplaybe, aztán valamikor így nagyon félre siklik. És valamikor így a végén jut eszembe, hogy ó, egyébként a normál fák azok több fát adnak, én csak nem adnak szenet, mert igazából itt van ám közelben az erdős, normál erdős hely, és akkor lehet, hogy jobban megérné, hogy ott koppogatnám a fákat. Kb. Hogy látni is, ott látod, ott vannak a fenyőerdő, vagy mi ez. Lehet, hogy az jobban megélni, nem? Nem gondoljátok? Ja, a Johnny-nek is köllene elvenni dolgozni, egy csomó videót kéne csinálni. 19. nap szerintem, srácok, ameddig tudjuk, addig kiúzzuk ebbe a bázisba. Mármint azért tényleg azt akarom csinálni, hogy mit tudom én, ami tervet meg kitaláltam, azt megpróbálom megvalósítani. Ha nagyon-nagyon szarra lesz a helyzet, akkor mindenképpen Nigruskajának a bázis ötletét, amit küldött, azt fogom megvalósítani. Az egy ilyen tipik bázis, tudjátok, olyan, hogy így lépcsőn mennek fel, vagy ilyen blokkon ugrálnak fel a zombik több helyről, és egy helyre víz, és az már ugye szelektálja őket, tehát egymásra lelökörik. Később egy darab pallón kell végig menniük, ami megint az fogja hozni, hogy ugye leesnek. És később, ez egy klinika, nézzétek, ott az. Jaj, kajások vagyunk. És később... Hogy mondjam, mit akartam? Odaérnek egy ilyen hosszú... nem tudom, ilyen gerendán végigsétálnak, ott lepotyognak. Odaérnek egy ilyen ajtóhoz, ami keresztül tudod őket ütni. Egy ilyen rács, vagy valami ilyesmin keresztül. Azt hiszem nem rács, hanem valami más. Az alja az le van direktbe... hogy mondjam? Le van direktbe falazva, és akkor a felső blokkon keresztül ki tudsz ütni. Na, ugye ez tök hatékony, mivel ugye lassan érnek el hozzád, javarészük, amíg odaér, addig lepotyog arról a gerendáról, löködik egymást, és kb. Majdnem ilyen AFK base szint az egész, de mégsem az, mivel ha akarod, akkor viszont írthatod őket, érted? Hogyha később ugye hozzájutsz egy ilyen mili csapdához, tudod, vagy az a nem turret, hanem az a mili, ami úgy üti őket ilyen boxkesztyűszerűen, lelöki őket, azt meg berakod még esetleg oldalra, akkor még az le is löködi őket, ahogy odaérnek. Szóval egy ilyen végtelen ciklusba futnak fel a blokkokon, utána végig a gerendán, folyamatosan potyognak le, és nagyon kevés jut el hozzád, azt meg lelöki az a mili weapon. Szóval... Na, mi az pöcs? Még egyszer kivágom, lol. És igen, és ja, az egy jó megoldás, csak egyelőre addig, amíg én talán sikerül túlélnem itt, akármilyen nehézségek árán is, nyilván nehezebb, mint egy ilyen bázisban, ami nagyon kevés a blokk igényem, és tudom, valami 50 blokkból kiadod az egészet, szóval az egészet, minden este. Szóval tényleg nem lenne nagyon bonyi. Valamit még nem sikerült felupgrade-elnem, ugye? Jól emlékszik a keeper? Voltak itt valami fa... itt. Jó, és akkor a felső rész...
Az oké. Okay. Egyébként valaki írta, hogy az ajtót is megjavíthatnám, mert nyakamba potyognak instant. Hát amúgy is egy ilyen fa ajtó az, szóval mindenképp a nyakamba potyognak, úgyhogy annyira nem hiszem, hogy azzal megúsznám, de fel fogom upgrade-elni. Azért hagytam, mert igazából van vagy 300 durability-e annak az ajtónak, úgyhogy annyira mindegy, hogy hogy fel van upgrade-elve vagy nincsen, de nem tudom, hogy mire tudom egyáltalán, lehet aztán a legjobb ajtóra is képes vagyok. Igen, basszus, nem lehet menteni ebbe a játékba, úgyhogy rohadt kockázatosan fogunk játszani. Lehet, hogy össze fog ma dőlni ez az egész bázis, és ez mindenféle poén nélkül mondom. Na gyerekek, akkor ide jönnek, itt meg fejbe tudom őket verni. Itt ütik valószínűleg ezeket először. Belülre is kellene majd raknom egy sort, és akkor tök jó megvan oldva. Az egész kettő mézöblet kapásba, gyerekek. És azt szerintem meg is eszem, mert ugye kaját ad aztán akkor. Mi volt ez? Ó, abba picsába. Mi a fasz? Hát de ne szórakozzát, ne sok. Hajá, hallod, ez egy kicsit meglepő volt. Na most, ja, meghalt. De ez már megint bevonzott egy csomó zombit. Jó, de jó lenne. A kurva életbe, gyerekek, ezek futnak, bazze. Ezek miért ilyen fereál, vagy minek? Gyere, illetesó. Level up. Ha jó, mi a szar van, gyerekek? Egyre nehezed. Mi út ez, öcsém? Hülye vagy? Azt a csibész. Jó, ez meghalt. Ha mi a szóval? Itt meg itt van az a sákó. Majdnem arra, figyelj, az meg ott van izé, maszkál a csaj. Megpróbál bebocsájtást nyerni. Hello, szívem! Ne oda menjél, figyelj, gyere ide. Kiütöm a lábát, figyelj. Ez tök jó, imádom, ki tudod ütni a lábát. Egyébként ez nagyon jó, hát jó, egy kicsit groteszk. Kicsit nagyon gór. Mondjuk nem túl jó, hogy kiütöd a lábát, mert akkor hogy mondjam így, nehezebb betalálni őket. Oké, okay, akkor várjatok. Most azt akartam megnézni egyébként, hogy mi a tököm van itten. 2300... Nagyon kevés van. Fú, basszus. Hát lehet, hogy egy... Bármennyire is fogtok utálni, lehet, hogy egy... Figyeljetek, már kettő ütéssel még ezzel is kiüti, ugye? Be van modolva, ráadásul még... 5-ös, 6... Mi a fasz van itt, gyerekek? Megjött az agyós, a porhanyós. Az igen, hallod? De egyébként tök jó, mert kettő darab ütéssel kiütöd ezt a blokkot. Ja, akartam szerezni Clay-t, mert most már mindenképpen át akarom alakítani ezt a beltért. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nem tetszik. Nem tetszik, mert mindig olyan bázisom volt, ami olyan volt, hogy így átláttam az egészet egybe. És nekem baróra nem tetszik az, hogy nem látom át. Engem az retteltesen zavar, gyerekek. Úgyhogy megpróbáljuk kiszedni azt a középső részt, ami annak a veszélyét hordozhatja, hogy leszakad a picsába az egész. Hogy szépen fejezzem ki magam. Akkor meg nagyon elbasztuk, de hát ugye mivel nincs ebben a játékba mentés, egyébként volt, amikor kimentettem, van az asztalomon is egy 7 rész mentések mappa, most nagyon nincsen, mármint nem mentettem ki ez a gameplay előtt, nem is gondoltam, hogy valami olyat csinálunk, okot adna arra, hogy mentsek. Viszont én nagyon bánom egyébként, hogy nincs normális mentés ezekben a játékokban. Valamilyen szinten persze ad egy olyan súlyt az egésznek, hogy nem csinálsz mindent össze-vissza, nem az van, hogy trájogatsz, mondjuk, hogy nyomsz egy gyors mentést, ugye egy quick save-et, aztán berhonsz valahova, aztán akkor hogy lesz valami, vagy nem lesz, azt nyomok egy quick load-ot, aztán akkor nem történt semmi. Mármint ilyen súlytalanná válik ugye a quick load meg a quick save-nek köszönhetően, de valamit lehetne, mit tudom én, hogy óránként menthetsz egyet, és akkor azt esetleg visszatott tölte, nem tudom, valamit azért csinálhattak volna a készítők, hogy legyen egy ilyen slot mentés. Hát de jó, így van igazán súlya. Ugye My Summer Car-ban nem emiatt szar azt csinálni, van egy játék, ami My Summer Car, néhányan látjátok, hogy játszom vele, ott szintén így van, csak ott az a baj, hogy rettenetesen bugos, bakos, bogos a játék, és akkor nagyon be tudod szívni, hogyha egy olyan mentésed van, amelyik igazából ilyen game breaker hiba történik benne, hogy tudom én, elbugol egy olyan tárgy, ami neked kellene, vagy bármi érted.
És ez tök előfordulhat, nagyon gyakran előfordul. Kb. Amikor szoktam belőle live-ozni, akkor minden részben előfordul, majd mindig az editorba kell utána tárgyakat visszaállítani, meg minden szart, úgyhogy... Ja, itt szerencsére az nincs. Igazából olyan hibákat nagyon nem fedez fel az ember, hogy mit olyan tárgyak tűnnének el, vagy ilyesmi. Tényleg, nagyon kevés. Lehet, hogy sokak így hát felhördülnek. Múltkor olvastam egy ilyen kommentet, talán az egyik rész alá írta egy srác, hogy ó, most van az 1.0 egy 10 év után. De viszont stabil mindaz forint, meg minden tökéletesen működik, és az azért egy baráti dolog szerintem. Várjál már, testvérem, csak a gyors billentyű, csak a gyors billentyű játszik. Oda nézzél, a gyors billentyűvel végigjavítottam. Egyébként tudom, hogy jobb gyors billentyűvel, csak nagyon félek, hogy rossz gyors billentyűt nyomok, azt akkor leszkrepelem, de amúgy is leszoktam szkrepelni, meg megiszom a Wurky Water-t, meg ide is történik egy a keeperre. Viszont ez tök jó, mert elég gyorsan tudok ásni. Nem tudom, hogy egy ütéssel ki tudnám-e a... Hogy mondjam? A fém ásóval. Mert hogyha egy blokkot mondjuk én ezzel damage-elek bele mondjuk, ugye, hogy marad 122 durability-e, és mondjuk a fémásóval damage-elnék bele annyit, hogy egy durability-e marad, attól igazából semmivel nem vagyok előbbre. Érted, hogy mire gondolok? Mert ugyanúgy kettő darab hittel tudom kiütni azt a blokkot, mert másodiknak majd leveszi azt az egyet, vagy akár mennyit is, de hogyha akkor érdemes lecserélni mondjuk egy ásót. Ha mondjuk ezek után mondjuk tényleg egy hittellet ki tudnám ütni. Nincs nálam az ásó? Nincs nálam, de kipróbálnám, de szerintem biztos vagyok benne, még felmodolva se tudna egy hitelni egy blokkot igazából, akkor meg pontosan ugyanott vagyok. Sőt, még lehet, hogy a stamina kosztja több annak, tehát jobban fárad a karakter. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy oké, hogy az ásó lehet, hogy több izét block damage-t ad, de addig nincs értelme, amíg ténylegesen nem egy hittel üt ki mondjuk egy ilyen földblokkot. Remélem, hogy érthető, hogy mire gondolok, de szerintem ennél jobban nem tudom elmagyarázni, lehet, hogy már túl is magyaráztam egy kicsit, gyerekek. Jaj, de szeretem, hogy itt vagytok egyébként, olyan, nem tudom, ez a Seven Days to Die ilyen kicsit ilyen családias hangulatba játszódnak ezek a részek, legalábbis tök úgy érzem, egy csomó embert ismerek, akik nézi, meg egy csomó embert, akit nem, mert nem kommentelnek. Nyugodtan kommenteljenek az új emberek is. Tök jó. Megmondom őszintén, szinte már ilyen kicsit ilyen barátias hangulatban vagyok főleg nagyon érdekes a Seven Days to Die nézőkkel egy ilyen teljesen külön ilyen belterjes ilyen, hogy mondjam, minek nevedik, ilyen kommunaszerű érzésem van veletek kapcsolatban, mert vannak olyan nézők, akik konkrétan csak Seven Days to Die-t néznek. Én egyébként ebben a játékban ilyen egy az, hogy van egy ilyen parafaktor, van egy ilyen rettenetes kreatív faktor benne, meg van egy olyan érzés is benne, hogy ilyen nyugtató. Nekem ide leülök, és alig várom, hogy Seven Days to Die azok, és tök jó. Tök jó. Kicsit olyan érzése van az embernek, hogy a Minecraftot szokták így jellemezni, hogy mind amikor legózol. Hogy tényleg, hogy így gyakorlatilag így kiéled azt a fantáziád, építgetsz, csinálgatod a dolgaidat. Jó, mert itt ugye gyakorlatilag azt, amit felépítesz, az egy ilyen folyamatos tesznek van kitéve. Plusz még ugye 7 naponta egy ilyen eléggé durva tesznek is ki van téve, és akkor tudod így finomodgatni. Nincs egy olyan, hogy na, építettem valamit, akkor így hátralök, azt nézem. Jó, nagyon frankó lett, de hát igazából ilyen nincs, hanem ugye mindig próbára van téve. És ez tök jó. Ezért is egy kicsit nem bánom, hogyha egy sérthető bázisom van. Tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki küldi az olyan jellegű base terveket. Ha mi a szar van itt, gyerekek? Valamit kéne még sütni, akkor már süssünk ilyet, igazából csak kettőt tudok, de hát itt égve az a tűz, mint az állat. Szírtátok, hogy a fákja az nagyon tudja a dolgát, már itt így hívja a népet. Na figyeljetek, akkor már ki is gondoltam, hogy kellene ezt megcsinálni. Kertse egy csomó cobblestone-t. Bazza, 2500-at tudok már csinálni. Kurva jó. Kéne csinálnom kávét. Mert ugye az mindent is ad, tök jó. De basszus, várjál már. Igen, jó, szuper, nagyon jó. Kéne kézkaják közül. Hát teszek, figyelj ilyet. Most nem akarom el nyomni ezt a nagy buffer kaját, hogy... Tudom én most azért, hogy itten lefelfutkorászok.
kéne innom is, csak igazából a kávét lehet, hogy meg kéne várnom, megmondom őszintén. Bazd, ennyi vizem van, ti Jézus úristen. Hát jó van, akkor ígyunk egy vizet. Bazd, 17 víz nálam. És majd kéne még kraftolni olyan tudod mit. Na, figyeljetek, a szituáció következő. Hogyha én ezt leszedem, akkor attól még a létre megmarad? Teljes egészében. De létrának lehet, hogy nincs tartása, ugye? Most nagyon meg vagyok lőve ám ez ügybe, hogy ez hogy fog ez kiviteleződni. Ezt mindenképp ki akarom cserélni egy bizonyos blokk fajtára, de akkor ugye kéne fa blokkot kraftolni. De hát ez amire lekraftolódik, az egy kicsit. De jó, mert ugye amit kiszedek, azt ugye tudom visszarakni. Úgyhogy semmi gond, no probléma. Itt egy kettőt kiszedek, már csak azért, hogy a fákja meg leesett töcsém. Baze, széttörött a fákja? Dika az? Ja, fölrobbant, vagy mi történt ezzel a fákjával? Ja, csak hogy lássak, meg akkor lesz blokkom. Lehet, hogy erre is tudtam volna építkezni. Ezt föl tudom menni? Ez mi az? Remove. Jó, adjuk azt ott a... Már nem tetszik, hogy várj, akkor is remove valam. Ugye nem történt semmi ilyenkor, hogy... Valami káros hatása nincs, hogy fitő összeomlik itt a berendezés. Ja, azt nem tudom, ilyenkor visszakaptam. Mi izé van? Eltűnt? Ó, de jó, de... Akkor kellene csinálnom egy ilyen land claim... La? Claim blokkot. Ez izé? Ez remélem tartós. Mondjátok, hogy tartós, ugye? Figyeljetek, lehet, hogy azt kéne... Tudod, mit kéne csinálnom vele? Pásom a földbe. Mert nem tetszik, hogy van itt egy ilyen... Én nagyon szimetriamániás vagyok, és nem tetszik, hogy van ott egy ilyen blokk. Básom a földbe, bazza, kész. Szóval mégis van, és még sincsen, nem? Mármint, hogy nem zavar. Tessék, csácsubi, meg van oldva. Szóval ma meg is vagyunk. Jó. Úgy van a land claim blokkunk. Nagyon nehéz szó, képernek fel a leckét. Pillár 1 méter, 0,5-eset csináltunk kezelőtt, és azt mondtátok, hogy ez kicsi. De hát az 1 méteres, ez meg ilyen horribilis nagy ám. Meg kéne nézni, hogy milyen valami jó blokkot akarok felhúzni ide, ami tartósnak is tűnik. Tűnik! Jó, ja, egyébként mondtátok, hogy mindent már itt tudok megoldani, úgyhogy ezt nem is tudtam, köszönöm szépen. Igen, ezt raktam, és 0,5-ös, és mi van más? A 0,7-es is van, de 0,5-ös van itt, én azt látom mindenhol bazza. Györkőcök, hát hogyan gondolátok akkor ezt? Jó. Jó, nekem kell egy vételes, és akkor csinálunk olyat, hogy ezzel lesz a létre. Igaz, hogy nagyon nincsen rajt. Figyeljetek, ezt ki fogom szedni az egészet. Imádkozzunk, jó? Imádkozzunk, hogy ne boruljon össze. De várjál, úgy kéne csinálni, hogy akkor már, ahogy rakom le, akkor már izén is kellene, fel kéne upgrade-elni, mert én nem tudom, én nagyon fosok, hogy össze fog dőlni az egész kecó. Már aztán nem tudom, annyira nem emlékszem, hogy hogy van, meg gondolom változtatnak is folyamatosan ezen a mechanikai dolgon. Bármint, hogy a fizikárna nem mechanika. Mi így csináltál ki, mit beszélsz hülyeséget? Hát imádkozzunk, hogy ne boruljon össze az egész. Imádkozzunk, és meg lehet tenni a téteket nyugodtan, hogyha valaki nézi itt a videót közben. És itt tartunk, én nem tudom előre, hogy ez összefogadóan, én el fogom bontani az egész, ezt az egész alagút rendszert, mert nekem nem tetszik az ilyen felépítmény. Úgyhogy, ha elbontom az egészet és egy darab oszlop fogja középen tartani, akkor vagy mi fog történni, gyerekek? Ez itt a nagy kérdés, ez a képernek a nagy kérdése. Meg igazából elég brutál lenne összeomlani, mert alatta van körülbelül minden, szerintem, hogyha így potyog rá, ugye ládák, akkora izé forge, akkora campfire, akkor szerintem így kb. Minden megy a levesbe a picsába. Mert a keeper úgy gondolta, hogy ej, már meg tudja oldani. Bazze, hogy fogok innen lemenni gyerekek? Arról beszéljünk, ha? Bazze, azért kitalálta meg a hülyeséget. Valahogy megoldom. Kója mondom, olyan hülye vagyok te. Nem hiszed el? Nem hiszem, figyelj, ezt ide be tudom rakni, hallod, le fogok esni a picsába, érzem, hogy az lesz. Jó, megvagyunk, felupgrade-eljük. És figyelj, rohadt egyszerűen ki fog derülni, meg kiszedem körbe. Mindjárt, meg fogjátok látni, miről vakarok.
Körbe kiszedem, akkor elvileg már össze kell borulnia. Így, 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 így. Így. Így, 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 így. Akkor a felső tetőt ezt fogja tartani ez az oszlop. Hát, gyerekek, imádkozzunk. Imádkozzatok. Ha a fejemre szakad az egész, ez az oszlop nem bírja el, akkor mi egy, nem is tudom, hogy mennyire csesztünk rá, dolog fog történni, gyerekek. Figyelj, utolsó, utolsó. Ah, bírja ez, maze, bírja ez, gyerekek. Úristen. Jaj, ez airdrop. Jó, le van szarva az airdrop. Ezt is felupgrade-re, minimum izére. Aztán az is, ez vileg egy blokknak számít. Nem, meg igazából legyen. Szeretik a puják. Na, és akkor nem lesz ez a központi rész, hanem csak egy darab oszlop lesz. Ez lett volna a keeper terve, de itt már szerintem menni fogok körbe. Aztán bontom mind a jó gyerek. Meg a létrát upgrade-eljük, hogy itt fogunk csinálni. Szerintem ez itt tök jó néz ki, hogy egy darab oszlop van, és mégse az van, hogy egy ilyen megtörte a teret. Én nekem nem tetszett az, hogy megtörte a teret. Teljesen középre nem tudtam rakni, ez egy kicsit zavaró, most majdnem leestem tulajdonképpen. Az egy kicsit zavaró nekem, de így is azért meg vagyok bele békélve. Komolyan mondom, nekem tetszik. Ja, írtátok, hogy egyébként az oszlopokat fel-upgrade-elhetném, ezt pontosan Norvég írta, mert nagyon rá fogok cseszni, mert nem tartanak ezek körülbelül semmit. Nulla durability-e van, vagy valami 200, vagy valami ilyesmi, úgyhogy azzal azért tudunk, tudnak problémák történni. Jaj, de jó lesz, gyerekek, és akkor mindenhova egy ilyen fél védfalat akarok csinálni, és akkor még középen átjárható lesz a terület, látod? És ez nekem így tök bejön. Mert nagyon zavart, hogy itt van egy ilyen rohadt nagy kocka középen. Fú, gyerekek, azért itt amikor potyognak a zombik, az nem lehet, hogy nem biztos, hogy baráti szituáció lesz. Így jobb lesz, nem, gyerekek? Mit gondoltok? Na, ez széttörik. Gondoltam. És el is tűnt, az lol. Az lol, hogy full eltűnik. Meg akkor így a, sokkal világosabb is lesz szerintem, mert így az egész egy ilyen, a fény át tudja járni. Meg az a baj, hogy fekete a padló, azt is ki kéne cserélnünk, ugye? Aztán majd izé lesz beton itt. Bazi, ezeket a fákjákat mondjuk nem vártam összeszednem. Lír, eposszagnak. Hát hülye vagyok azért. Ennyire, mert jobb, hogy egy tér van, nem? Sokkal kevésbé klaustrofób az egész. Legalábbis nekem, engem zavart rettenetesen. És emiatt át is fogjam rendezni egyébként ám itt a dolgokat, hogy ez nem úgy fog lenni, ahogy itt van, hanem egész máshogy. Meg kell javítani, hogy fölvegyem. Hát kap be. Jaj, ne! Összetörnek. És ezek úgy... Bazán, összetörtek is. Jó. Na, ez szerintem sokkal inkább. Látod mennyire jó? Látod? Látod? Rohadt jó. És megmondom őszintén, hogy az egész koncepció lehetne sokkal-sokkal jobb. Hogy nem kellett volna nekem az... Így az egy Night Vision bekapcsoltam. Hogy ne, akkor nem kellene ezek a félfalak, hanem akkor lehetne az, hogy teljesen... kiépíteni. Figyeljetek már, já. Bocsánat tényleg, hogy én itt craftolgatok, de... Én szeretném már befejezni ezt az egész hóbelebancont. Figyelj, ezt húzzuk ezt föl teljesen, hogy ez hogy néz neki? Ez valahogy így néz neki, ugye? És ugye le kéne upgrade-el mindent is, itt alul legalább. És akkor igazából lehetett volna egy körbe elrendezésű. Nekem varomira nagyon nem jön be, hogy izé. Azt mondjuk, ez még felesleges. Nekem nagyon nem jön be, hogy az ilyen megvan osztva, ilyen félfalak, meg minden. Csináltunk egy ilyen tök jó piramidot. Az tök szar az egész elrendezése. Mi ez? Mik ezek a félfalak? Ekkora hülyeséget kitaláltam, érted? Egy baromság. Minek el? Jó! Jaj! Jaj! Kikapja a keeper alól a bazza, az tizé lesz itt a harakéri bazza. Ettől dölt volna össze. Azért az kemény lett volna egy hirtelen. Bazze,
Pedig ezt a blokkot raktam. Azt hittem, hogy más blokkot raktam oda föl, de nem, ugyanez. Az, hogy kikaptam, hallod, és nem borul össze. Azért egy gyerekek, az egy masszív szerkezet. Ott meg olyan, mint egy kév így lenne, nem? Egyébként ennyire lehet, hogy a simára íze létre is megállt volna, de jó van, az nem olyan fontos, hogy nincs. Nem tetszik ez az egész, nekem ez az egész koncepció egy bűnös szar. Komolyan, ez egy elég erős kifejezés volt nyilván, de nekem baróra nem tetszik. Úgyhogy ez itt... És nagyon sokat gondolkoztam ezzel, meg pont Discordra linkelte egy sráca izét, még a régi bázisom, hogy tök jó volt, hogy így be följött, és akkor így körbe volt minden, meg volt egy hatalmas Zombieland felirat. Tök tetszett az egész base, az nekem valahogy tetszett. Egyébként tök be lehetne hozni az oszlopokig az egész izé falat. Nem, srácok? Figyelj! És mi lenne akkor, hogyha... Egy ilyen dupla védelemszerű lenne. Van ide még rakok. Mindjárt gyerekek. Bocsánat, tényleg nem biztos vagyok bele, hogy vannak emberek, akiknek nem tetszik az építkezés, kraftolás dolog. Ja, várjál, meg nem tudom, éjjellátót kapcsoljak. Láttok ti egyáltalán dorbáis, vagy csináljak egy csomó fákját. Csak az a baj, az meg zombikat zonzám, tudod, a síkítósokat. Ja, mindenhova rakok izét. Lehet, hogy nem láttok rendesen. Most aztán egy-két blokk nincs beizőjével, upgrade-elve nyilván, akkor annyi baj legyen ám már, mint hogyha izében marad, mindenki nevezik, csak ilyen building blokk-szerűbe. Nagyon agyalok, hogy valami jó kialakítást kéne csinálnom, és nem tudom, hogy hogyan csináljam meg. Most már egyel barátibb. Viszont ezek az oszlopok se annyira tetszenek, de hát ez biztos, hogy ez tuti, hogy nem szedhetem ki az összeset, mert ez összeborul, de láttátok például, hogy a kettőt kivettem, az nem számított, figyeld? Tehát akkor ezt így kiverném az összeset is, és akkor csak a négy sarokra lenne. Egyre bátrabb vagyok, mi gyerekek? Azt majd rá fogok cseszni. Na, azért, de viszont egy sokkal jobb lenne szerintem, hogy csak mondjuk a négy sarkon lenne oszlop. Az már egy... Én nem tudom már, ez egy ugrással nem tudom elkapni. Az nekem már sokkal barátibb lett. Gyerekek, összeleborulja baze. Fel kéne az oszlopokat legalább upgrade-elni. Meg igazából az egész belsejét is megcsinálhatnám, nem? Ezt akkor valami lenne itt ma. Gyerekek, jó bírja ez a struktúra. Egy kicsit fostok, mi? Én is, basszus. Maga alá temet, abban haluk meg, azért az nagyon, nagyon röhely lesz. Szerintem az nagyon röhögnétek. Bazze, ez a sarok. Hülye vagy, Keeper, mit csinálsz? Annyira gondolkozok egyébként, hogy mit legyen. Hogy te elcseszel. Egyébként komolyan mondom már azt hiszem, hogy lehet, hogy ez full ki kell vinni ezeket a ládákat, minden négy sarok, boszlop, csá, már is mennyivel jobb. Egyébként a följáratot is valahogy kivinném minden középről, csak azt nem tudom, hogy hogyan, de a középső alátámasztás az lehet, hogy borítaná az egészet, nem tudom. Egy instabil szar lesz a végén ez az egész base. Nem tudom, hogy van megoldva. Tényleg nem tudom. Ez a fizika, hogy mikor borul össze, hány blokkot tudsz áthidalni. De azért... Ja, kéne kraftolni fákjákat majd. Itt van kettő. Ezt ide rakom a két oldalra, valamit lássatok. Ne haragudjatok, hogy izé van itt. Büdös sötét. Ja, egyébként miért van ilyen ocsmás sötét ebben a izébe? Hát én szoktam ér izé, basszus. Én ennyire nem szokott sötét lenni, halál komolyan. Mit csak fölnyomja maga a mád, vagy mit csinálják gyerekek? Komolyan, ne haragudjatok érte. Te, basszus. Nyomjunk fel egy kis brightness-t, vagy nem tudom. Ez kurvára nem lett világosabb, jól látom? Ez marha jó. Ez nem nagyon lett világosabb. Lehet, hogy a fejlámpát be kéne dobnom a izébe, inkább a sisakba. Az valahogy így nekem barátibb.
Hol van? Modók. Fejlámpa. Ugye, mindjárt átrakom. Komolyan, nekem az valahogy... Valahogy jobban adja. Na, és akkor... Hát, ja. Jó, föl van nyomva a felkja, vagy a fejlámpa, így azért egyen jobb, de rohadt büdös sötét van ebben a játékban, gyerekek, valamiért. Meg még egy dolgot egyébként gondoltam, és szerintem az nem hülyeség. Meg fogjátok látni, hogy mire gondolt a Keeper. Ezt az alsó sort én végig upgrade-elem. Egyébként egy kurva kalapácsot nem tudnék csinálni. Mert akkor izé, az tök gyors lenne. Glowhammer, wood, iron, leather, várja, ezt be kéne trekkelnem, aztán lehet, hogy kéne csinálni egy kalapácsot. Mi kell hozzá, mi kell, egyéb szervesnél voltak íze? Nem, egyéb szervetlennél. Oké, okay, volt bőr megvan, iron, az lehet, hogy nincsen, dehogy nincsen. Csinálok egy kalapácsot, ha hülye vagy? Aztán akkor ugye két ütésből felupgrade-elem. Ugye attól nem is kopik, hogyha upgrade-elsz csak. Szóval nem fog tönkre menni, ha csak nem ütök vele, de hát nem fogok ütni vele. A legalsó sort, kitaláltam egy nagyon jó dolgot, szerintem. Meg fogjátok látni, hogy én úgy gondolom, hogy ez tök jó. Ennek a piromisnak egy például tök fölösleges, ekkora hatalmas nagy belmagasság. A legalsó sort nem kell lenne kiásnom. Oké, hogy abból lenne clay, de miért tökömnek ássak itt lefelé még? Ennyi erővel végig rakhatom a padlót, és azt felupgrade-elem. Érted? És akkor már is megvan egy szinte magasabban vagyunk. Kevesebb anyag kell, hogyha itt be akarom tömni. Érted? Érted, hogy mire gondolom? Jó, nyomjuk, várja, ez egy cobblestone kellett volna csinálnom, nem? Nem volt arról szó? Szerintem az lassan fogyóban van. Ül 2300, hülye vagy? Brutális. Nagyon jó, gyorsan ások egyébként, meg minden emiatt az hasznos. Várja, egyébként most bocsánatot kérek, biztos meg fogtok érte. Itt az animal tracker, aha. Ez jó, nagyon jó, gyerekek, de én majdnem 69-re fogok le. Minor 69-em, ennyim van már. És egy pontba kerül, hogy fullra rakjam. Ilyet akkor nem csoda gyorsan ütök. Minor 69 nyílen van, gyerekek. Csodálatos. Ki fogjuk próbálni akkor majd a fémásóval, hogy mennyire gyorsan tudok ásni. Azért az tök brutál lesz. Jó szerszámokkal, de akkor nyíl sebességgel fogok ásni. Meg ráadásul maximális cuccot is fogom kiszedni, ugye. Ez jó lesz. Most gyors lerakom a padlót, szerintem van is annyi fám, már aztán lehet, hogy nincsen, megint számolni kéne, az meg magas. Ó, van bőven fám, tök jó egyébként, ez a Minor 69, ez kurva jó, mert nagyon sok alapanyagot szedtünk, nagyon rövid idő alatt. És átalakítom én ezt a bázist, nekem ez böszmére nem tetszik, ja, itt még ki kell volna szednem, várjál. Egy pillanat gyerekek, itt még kiszedem ezeket a... Hogy átlássam az egészet, hogy lássam, hogy mégis milyen lesz. Hülye gyerek voltál már megint? Az már sok volt? Ja. Jó, az megint leesett, bazz. Éhülye. Na, kalapács még nincs kész? Kalapács. Kalapács. És akkor ezzel, ugye ez nem fog használni, nem számít, hogy egyes. Viszont így kurva gyorsan lehet vele upgrade-elni. Ugye, hogyha bal gombbal nem ütsz, akkor nem fogod használni. Egyébként szerintem az airdrop viszont rohadt közel van, nézd meg mekkora ikonja van ott fent. Ja, valaki írta egyébként, hogy a biciklit mindig keresem, rajt van a minimapon. Egyébként tudom, ott fönt vagyis a... Jó, tiszt. Jobban mondva az iránytű, tudom egyébként, csak azért forgolódok. Baze? Valaki jött. Na de viszont ki tudjuk próbálni legalább a izenket. Bézünket.
Hol vagy? Zoomban. Ez perfect, nem gyerekek? Ha! Zombi horda testvéreim az úrba, hallod? Zombi horda, figyelj, vigyelj ide, csaljuk őket. És ez komoly? Ezek így működnek? Jaj, zombi horda! Na, itt vagyok, hülyék, itt vagyok. Itt vagyok, kell a free XP. Ha már támadásba lendültek. Egyébként az a baj, hogy írtatok, hogy vastagabb poszlopot rakjak, nem tudom, van-e 0.75, és lehet, hogy van. Mármint 0.75 méter vagy blokk vastagságú, de akkor meg már nem látsz ki. Te hallod, ezek azt nem kapkodják, öcsém. Játék már a bazzát, a tököm esül. Bazza, de... Figyelni kell, mert ha nem is oda célzol, oda csapsz a kőnek. Pikpak. Ezek komolyan így egymásra lökték, vagy mi volt ez? Na gyorsabban gyertek gyerekek, hát nem érek rá, én itt dolgoznom kell. Na viszont nem olyan rossz ez. Hoppá, loot! A loot. Ja, a lootot nem tudom átvenni ezen a szaron, jaj. De valaki, siessetek már gyerekek, hát bazze. Hát meddig tart ez nektek? Gyere ide, gyere ide, ide, gyere, 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 gyere. Jaj, nem megint a lőt, nőt meglökte. Na figyelj, ezt a lőt kilövöm, mert már megint lebucskázott. Na, megoldottuk. Mondom, basszus, amire már megint följön, arra lemegy a nap. Úgy, aztán figyelni kell el a létrára. Na, oké, gyorsan kalapáccsal körbe húzza a keeper, és megcsináljuk akkor a padlózatot, jó? Bocsi, én tök szeretek izélni, áskálni, meg így építkezni. Így láttok, ugye? Írta valaki, hogy kapcsoljon fel a fejlámpát legalább, mert nagyon sötét van. Nekem én nem éltem meg egyébként sötétnek eddig se, de lehet, hogy ki jobban... Fú, bazze, nem rossz. Ja, itt is ki kell ezt az oszlopot, nem lesz ez rossz. Mindenképp akarok egy nagy feliratot, nem is férd volna, meg tök szar volt ez a bázis, nem szeretem, hogy így szét van tagolva. Meg egyébként később ilyen automata csapda rendszer lesz, szóval ilyen eltévedt ilyen zombik, a zombi ordán kívül, azok föl fognak akadni rajt. Szóval nem lesz az, hogy én nekem így ki kell futkoznom. Szóval ilyen nem afko bázis lesz, de hogyha itt bent tevékenykedek, nem lesz gond, hogyha jönnek zombik. Csak a zombi horda, ugye, azzal kell foglalkoznom. Ez van egy nagy segítség, hallod? A családoknak. Ez a, hogy kettő ütésből upgrade-el. Valami marha jó. Aj, de jó, tetszik, jó van, oké. Okay. Már egy kicsit otthonosabban érzem magam. Megcsináljuk ezt a belteret, mert tényleg ilyen nagyon nyomasztó. Kicsit olyan, mintha így betelepettem volna egy ilyen egy olyan bézre, amelyik ilyen elhagyott ott azt a ilyen tök romos szar. Ez így jó lesz, gyerekek. Fia, van kéménye izének. Ha minek nevedik azt? Tudod minek. A Forge-nak lol, olyan. Egyébként nekem a leginkább barátság... Nagyon furcsa, de nekem a legbarátságosabb textúra az a beton. Ebben a játékban. Az egy ilyen kicsit homogén. Ugye, egy kicsit mindig változott természetesen a játékokban, valamikor volt, emlékeztek, ilyen 4 pont volt benne. Azt hiszem, az talán még külön is volt, hogy vasalt beton, vagy valami ilyesmi volt. Volt ilyen? Aztán abban volt ilyen a textúrájában 4 pont. Vagy később talán a normál beton is átvette ezt a textúrát. Aztán utána volt, hogy ilyen kis hajszárepedéses volt. Volt ilyen homogénebb nagyon régen. De viszont mindig a, nem tudom, a beton az egy az, hogy a, ott már azért nem mégse ez a csúnya macskakő textúra. Ez különben macskakő? Vagy minek nevezhetik ez vajon? Mégse ez a csúnya macskakő textúra van, nem homogén. Kicsit ugye világosabb is ennél, mert milyen sötét szürke. Ezt valahogy jobban tudom élni, azt bírom. Na gyerekek, akkor itt lesz a mennyezőink, és akkor ugye le tudjuk húzni mondjuk ott a falakat. Figyeljetek aztán, hogyha lesz benne üreg, engem azt sem zavar egyáltalán. Sőt, valószínűleg, hogy úgy is fogom megcsinálni.
hogy felupgrade-elem a külsőt. Ugye ez is már nem is tudom hány réteg vastagság. Sok. Csinálunk egy külsőt. De addig akkor föl se kellene addig azt upgrade-elnem, nem? Mármint nem kéne megcsinálnom neki a talajt. Akkor ez jó lesz ez így gyerekek. Valamit kitalál azért itt a keeper. Sőt, megmondom őszintén, engem zavar ez a középső, ez a följutás. Ezt legszívesebben nem tudom, hogy csinálom meg, lehet, hogy lépcső. De hát azt kibontom, biztos lesz akar. Az jó, hogy ez így van. De előbb-utóbb ki kell bontanom, megmondom miért. Mert ugye alá kell építkeznem. De ugye akkor mondjuk már az oldalsók fogják. Na mindjárt megcsináljuk mi ezt az egész kacifántos részt. Mindjárt keeper itt kitalálja. Igen, hogyha ilyen magas lesz a padlózat, akkor ennyi erővel leúszhatnék ide. És akkor ekkora lenne csak a beltér. Sőt, hogy csak ekkora lenne a beltér, akkor lehet, hogy ki tudom venni az oszlopokat, gyerekek. Nem? Ekkora beltér bőven elég, ne vicceljé. Sőt, jobb ötletem van. Mivel, hogyha kisebb a beltér, akkor távolabb vagyok a falaktól, és akkor a sense-ük, az érzékelésük, akkor talán kevésbé erős. Értitek, hogy mire gondolok? Sőt, lehetne, hogy meg nagyobb fény is lesz, meg minden, nekem ez így adná. Akkor biztos ki tudod menni már az oszlopot, mert ott nem tudom, biztos, hogy azt már megbírja, hogyha itt húzok egy falat körbe. És mégis egy kicsit barátibb lenne. Esetleg megcsináljuk, hogy ide be lehessen menni, nem tudom, akármiért is. De mégis azért meg tudnánk itt csinálni. Meg ugye magasodna egyel a talaj szint. Vagy akkor lehet, hogy nem is magasítanék, mert akkor már ez így jó lenne. Gyerekek, mit gondoltok erről az egészről? Jó, mert igazából tudom ezt is upgrade-elni, meg ott is, szóval nem baj, hogyha ezt ide felrakom. Így még minden blokkot elérek, szóval ne aggódjatok amiatt, hogy most itt ugrik majd az, hogy upgrade-elek blokkokat. Mert nem, mert azt is tudom, meg azt is tudom, úgyhogy semmi gond. Mondjuk lehet, hogy a sarokba pont nem tudom, de... figyeljetek, ekkora struktúrában lesz egy-kettő ilyen building block benne, ami nincs upgrade-elve. Azt szerintem nem fog inket hanyad vágni, vagy földhöz vágni, vagy minek nevezik. Ja, körbe kéne így húzni. Lenne egy ekkora épület, bazza ekkora csak elég. Nem, elég gyerekek. Hát figyelj, nehogy ne legyen elég bazza. Ennyi erővel akkor már ide tudnék még egy szintet is húzni. Mert... fú gyerekek, itt nagyon sok upgrade-elés lesz, meg nagyon sok meló. Tudnék még egy szintet húzni, mert akkor most már így eléggé ér. Jól néz ki ez az egész, hogy tudod. Nem tudom elmondani basszus, hogy mit akarom. Ja, figyeljetek. Be lehet menni oda hátra. Valamilyen funkciót lenne jó kitalálni ennek az egésznek. Hol húzzuk? De bazzer nem jó helyen húzott, hülye gyerek, ugye? Jó helyen húztam. Ujjj, azt nem jó helyre raktam. Tök jó, hogy van ez a building block, és később tudod upgrade-elni, mert akár amikor vissza tudod szedni. Régebben szerintem ezt annyira nem szokta alkalmazni, és emiatt szívtav is rendesen. Mint a torkos borz. És akkor így tök jó, jobban is be van világítva, ugye a dobozokat ki tudom oldalra vinni. Meg itt talán egy merevebb szerkezet is lesz. Meg esetleg akkor így dupla fala van. És akkor ide rakhatnék esetleg kinéző részeket, ha nem is lehet kimenni, de esetleg csinálhatnék olyat, hogy ki lehet nézni. Gyerekek, mennyi blokk lesz ebbe az épületbe, hallod? Hogyha ez nem fog bebagolni, mármint így akarni, nem tudom mennyi, azért azt észrevettem, amikor ilyen nagyon brutál struktúrákat csináltam régebben, amikor még gyengébb gépen volt, akkor egy idő után volt számítási teljesítmény, meg ugye RAM igény, mert rengeteg RAM igénye van, akkor ugye számolni kell az összes blokkal körülbelül, hogy azoknak milyen fizikájuk van éppen, nem akarnak összeborulni, vagy
Barbie. Fú, gyerekek, ez nagyobb. Hülye vagy gyerek. Hülye vagy képen. Fogjátok a fejeteket már megint, hogy mit művelek. Biztos vagyok bele. Már érzem itt, érted. Ezt itt kell visszafordítani, úgyhogy ne menjél tovább képen, mert már megint mi lesz? Mi lesz ebből? Itt kell visszafordítani? Itt kell visszafordítani, ja. Valahogy így, ugye? És akkor lenne egy ekkora. És a faltól is távol vagyok viszonylag. Talán nagyobb eséllyel nem vesznek észre. Ide akkor ezt a fákját hadd vegyem le. Aztán észrevesznek, hát annyi baj legyen. És akkor megpróbáljuk kivenni az oszlopokat is. A tetejét meg megcsinálhatjuk fordított ilyen srégre, és akkor egy ilyen kúpos lenne. Gyerekek. Lehetne egyébként egy fél szint, vagy maximum, tudjátok mi lenne jó? Egy ilyen ketrec fölül, itt valahol, amibe föl tudok menekülni, és nem tudnak elérni. És az csak függesztve lenne a ketrec, tehát az csak úgy tudnák kibontani, nem lenne oszlopokon álló, hogy ha az egész fél bázis már szétbontják, és abból a ketrecből viszont ki tudnék lőni, az lenne a pánik szoba. Az egy ilyen elég extrém pánik szoba lenne, hogy fönt egy ketrec, ami lelóg, lelógó alkatrészeken van, bazze, az mekkora király lenne. És konkrétan az egész tartja. Tehát, hogyha az egész objektumot elbontják, akkor tudnának hozzám férni. Érted? Különben nem, maximum ettől elkezdik bontani, de ott is leesnének, hogyha kibontják. Tehát így távol lenne, a falai a ketrecnek csatlakoznának a bázishoz. Tű, gyerekek, azért már megint olyan terveim vannak, hallod? Ez őrület. Itt meg még mindig kraftolódik a cobblestone. És mondanám azt, hogy én elkezdek építkezni gameplayen kívül, lehet, hogy nem tetszik nektek, de aztán lehet, hogy meg igen, akkor meg majd le leszek csezve, hogy miért? Szerintem nem volt ez olyan rossz. Egyébként, ez komolyan mondom, nem tudom, hogy a top játéke most, amivel szeretek játszani, ki merem-e mondani. De nagyon-nagyon benn van a top 2-3-ba. Nagyon benn van. Borzalmasan jó játék. Azért ez így mindjárt barátibb, nem? Szerintem rohadtul barátibb. Egyébként meg figyelj, tudjuk azt csinálni, hogy hagyunk egy ajtót. Még annyit is meg tudunk csinálni, tényleg egy ilyen full extrém dolgot. Hogy mondjuk az egészet felupgrade-elem, és kitöltjük az egészet és felupgrade-elem. Aztán akkor azért, mit tudom én, lenne egy ilyen 6 blokk vastag fal, ami hogyha nagyon rávetemülnének, hogy ki akarják bontani, bár szerintem nem, akkor azért olyan védelmet nyújtana, hogy az epic lenne. Úgyhogy lehet, hogy azt meghagyom, és akkor mit tudom én csinálni, hagyunk egy bejáratot, és akkor később még eldönthetjük a bármilyen funkcióját. Az se lenne rossz egyébként, hogy ilyen magasságban így lennének ilyen kilátók. Csak attól félek, hogy akkor elkezdik azt kiásni. És ez nem jó, hanem inkább menjenek föl teljesen. Az szerintem az egy jobb dolog lenne. Úristen, még mindig itt kraftolódik. Tú, ez viszont nekem, megmondom őszintén, akármennyire is egoistának tűnik, de rohadtul tetszik, gyerekek. Rohadtul tetszik. Ez sokkal jobb, bazzer. Sokkal jobb, nagyon jó. És kell egy olyan íze, nekem kell. Egy ilyen, megpróbálunk egy ilyen lelógó ketrecet. Nem kell nagy, mit tudom, egy 2x2-es, legyen benne egy láda. Meg lehet, hogy ott kéne lenni a lágyamnak. Legyen egy láda, amiben csak lőszer és fegyver van, meg esetleg kaja, gyógyszer, ilyesmi. Aztán akkor jó világ. Nem mondod, hogy mit csináltam. Mi ez? Mi a fasz csináltam? Nem mondod, hogy cobblestone blokkot csinálok? De hülye vagyok én, bazza. Jó, mondjuk ebben... De honnan van még mindig annyi cobblestone-om, hogy rohadjam meg? Még mindig van 1000. Jó, hát ebben csináltam 10 darabot, de hát ez nem gond, mert ugye akkor lerakom majd olyan erre, ahon egyből az kell. Sőt, lehet, hogy abban meg is érné, hogyha cobblestone blokkot csinálsz, akkor nem kell fával upgrade-elned. Olyan helyre, ahol biztos vagy benne, hogy neked cobblestone blokk kell, úgyhogy
Nem, hogy nem, nem csináltam hülyeséget, hanem lehet, hogy azt mindjárt fogom is használni ezt a dolgot. Fákjukat le kéne venni. Nem kell, nem kell oda fákja. Fú, az... Monumentális bázist csináltam én ma. De hogy ez viszi a privát, meg vinni fogja, mert ez még csak a kezdet. Az hódzier, gyerekek. Kicsit fosok egyébként, hogy leszakad. Esküszöm. Kicsit fosok, hogy ez összedől az egész a picsába. Még mindig, akkor, ha kiveszem ezeket az oszlopokat, mind a négyet, akkor ki fog derülni. Szerintem egyébként ti is gondoltok rá, hogy fú, a tüzzel játsz a Keeper bazze. De, aki nem mer, az nem nyer. Na, mindjárt meg is vagyunk, körbeértünk. Egyelőre az így szupi, szupi, szupi. Ki is fogom menni mindjárt a blokkok, vagy ezeket az oszlopokat, akkor arra teljesen nincs szükségünk. A ládákat be tudom integrálni a falba, és akkor úgy lesz, hogy egy helyen lesz az összes láda. Nem fogunk ilyen hülyeséget csinálni, hogy így szanaszét lesz majd láda. És beintegráljuk a falba. Értitek, hogy hogy? Szerintem tudja mindenki. Nem kell magyarázni a képernek a dolgokat. Egyébként akkor lehet, hogy mégis kifogom ásni a talajt, mert nem baj, hogyha akkor magas, hogyha akarok még egy ilyen lebegő pánik szobát, ami nem lebegni fog, mert lógni fog konkrétan blokkokon, de mivel lógni fog blokkokon, akkor hogyha azokat a blokkokat, amin lóg, azokat kiütik, akkor tudják ugye megközelíteni, azt meg valószínű, hogy azért nem fogják tudni szerintem kiütni. Ugye kívülről ott pontot be kéne ásniuk, mondjuk, hogyha négy blokkon lóg, akkor mind a négy helyen. Hát az nem hiszem, hogy az meg fog valósulni. Azért annyira nem intelligensek, szóval akkor fognak oda eljutni hozzám, ha az egész bázis már romokban van, és összedől az egész. Na aztán most akkor ugrik a majom vízbe, gyerekek, egy vizet kiveszek, kiveszem mind a négyet. Ez összedől, összedől. Jó. Jó volt a te... Azt a betyár, de milyen jól néz ki, bazz ez! Nekem nagyon tetszik. Nem tetszett ez a full piramis jellegű bázis, gyerekek, ez nekem annyira nem jött be. Annyira nem jött be. És ez viszont most nekem ez az elrendezés, hogy rálátok mindenre, nem az, hogy kerülgetni kell egy ilyen nagy kuszlikot. Egyébként még azon is gondolkozok, hogy kiüssem el azért, hogy csak a létre maradjon. Azért az lenne a legepikebb. És igazából az legelsőt kérde, csak kiütni, ez kiderül el. Ja, veszélyes mutatvány, gyerekek! Ezt kiütni, ezt az oszlopot? Figyelj, fel kéne upgrade-elni a létrát. Csak az a baj, a létre nem nyugszik semmi, gyerekek. Akkor igazából nem az alsó létre fogod kéne leütni, hanem egyel. Feljebbit. Nem a létrefogot, hanem a... mi az? Ezt a valamit itt. Mennyivel világosabb lett, nem? Ugye sokkal kisebb tér. Volt jó lett. Na, ezt a, mondom, hogy ezt kiütném, mondjuk ezt a blokkot, akkor kiderül le, és akkor csak a létre maradra. Hát, de szerintem maradjon, nem? Maradjon, egy-e fene maradjon, maradhat. Viszont itt mindent is át kell majd alakítanom akkor. De nem bánom egyébként. Remélem, hogy ti se bágyátok, hogy itt nekiálltunk ennek, és kíváncsi vagyok, szerintetek jobb lett-e, vagy mit mondtok erre, hogy ez így... Szerintem sokkal barátibb lesz. Főleg lesz ott egy ilyen lelógó. Itt valahol ott tervezem. És akkor egy kétszer kettes ketrec. De ezt ketrecet csinálok, mert ez jó lesz. Mennyire jó, gyerekek, és be akarom integrálni. Figyeljetek, itt fogok följönni. Ide mindenképp akarok egy csapóhajtot. Jó, építsük is tovább. Hát nem hagyjuk ki a dolgokat. Csinálnunk el ezzel. Itt valami, nehogy fennforgás legyen. Az oszlop alól, meg a létre alól ki ne üssem, mert akkor tényleg ki fog derülni, hogy mi fog történni akkor. Az is az lehet, hogy nem lesz baráti, és nem lesz egészséges. Úgyhogy itt valahogy úgy kéne megoldanom, hogy valahogy hozzácsatlakozunk ahhoz a földhöz, és utána ütjük ki, vagy körbe rakjuk, vagy valamint mindjárt kitalálok. Azt az egyet nem szabad. Rájöttem, a létre az nem tart semmit, úgyhogy azt felejtsük el. Na,
Mi volt ez? Valami összeomlott, bazd meg, gyerekek. A felső rész, de hogyan? És nem törte bele a lábam? Ez hogy sikerül, elkaptam a létre. Bazze, felszedőd valami gyerekek. Hát addig játszottam itt a izével, tűzzel. Hogy a picsába? Hogy a picsába, gyerekek? Addig játszottam a tűzzel, bazze, összedőlt. Na várj, ott viszont ott ki kell ütnem alatta. Az potyognak az alkatrészek, evardom nektek, gyerekek. Addig játszottam a tűzzel, potyognak. Potyog a tető. Szerintem egyébként összeborult a külső. Valami. Potyogtak az alkatrészek a rohadt életbe. Az oszlopot, amikor izéltem. Még jó, hogy nem dörült össze az egész, de még előfordulhat az is. Jó, a följárat ezt megcsináltuk. Kellene kopiznom egy ilyen létrát, hogy ki tudjak menni, meg be tudjak jönni. Oda. Azt a betyával összedől a gyerekek szerintem a felső rész. De akkor ez itt nagyon nem lesz jó. Meg kell néznem kintről, baza. Hú, gyerekek, összedőlt az épület. Nem örülök. Túl nagy az átfedés, túl nagy, túl sok oszlopot kiszedtem. Nagyon, de nem örülök ennek. De most mi a szart csinálok szerintetek? Hú, bazzaj. Ez nem volt jó ötlet, valamit nagyon elcsesztem. Szerintem nagyon összedőlt egyébként. Tehát felső rész szerintem full beomlott, vagy valami. Úristen, mit ki... Tuboró se kinyillott, bazzaj. Nem összedőlt ez, bazzaj. Konkrétan felrobbant. Ilyen hülyét, jó. Nincs olyan nagy baj, ne aggódjatok. Összedoltak az oszlopok, de érdekes, hogy csak a tetőről ölt össze. Hát nagyon nagy mázdim van, hogy nem kezdett el összeomlani az egész. De bazze nem sokon múlik, mi? Itt bazze nagyon ki van szávolva, hallod? Itt rohadtul figyelni kell. Jó, semmi gondám, gyerekek, most nem kell beszarni. De viszont valamilyen merevítés oszlopok kellenek, mert ez így nem lesz jó. Jó, nem kell beszarni, de érdekes, hogy a teteje omlott össze. Mi a faszért omlott össze a teteje? Ez a fizika egyébként ebben a játékban nagyon érdekes. Hogy a teteje omlott össze ennek az egésznek. Ez a tetejéhez mi közünk volt, érted? Akkor miért nem omlott be az egész? Most jó, nem akarom festeni az ördögöt a falra. De hát akkor ennyire az egésznek be kellett volna omlani, érted? De mitől omlott össze? Most aztán tényleg védtelen a bázis, de most itt nem kezdek el építeni, mert ezt rájöttünk, hogy ez nagyon nem jó ötlet, hogy kiszerünk minden oszlopotba, azért nincs tartás semmi. Nulla tartás van, gyerekek. Nem nagyon értem az egészet. Mert ugye itt volt nekünk egy... Baza, mit csinálok? Na mi van ma? Mit csinálsz? Jó, ezeket kibontom. Aztán megpróbálom itt összehozni a dolgokat. Azt valamilyen tartó berendezést ki okumulálni. Hogy valami legyen itt, működjön. Ide mindenképp kellene egy blokkot raknom. Remélem, hogy itt, ahogy építkezek, nem fog összedőlni. Jó. Kellene kettő lajtorgya. Fel kell upgrade-elnem. Érdekes, amikor elkezdtem ásni a földet, akkor történt. Jó, ide meg nem tudom, hogy ezt miért raktam kénomba már. Ja, amúgy jó minden, de mégse jó.
Valamit kitaláltam. És azzal nyerünk is szimmetriát, mert nekem ez amúgy se tetszik. Kitaláltam valamit, mindjárt meg is valósítja a Keeper. Bazze, egyébként ez nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes játék, mert bazze összeomlik, aztán neked itten véged van. Konkrétan kezdheted előről az egészet, csomó alapanyagot elveszik, nem tudom, itt összetöri a dolgokat, ami alul van. Úgyhogy ez nem baráti dolog. Hol van a kávé egyébként? Nem csináltam kávét. És te hülye vagyok? Komolyan, mint hogyha... Mi a fasz? De én komolyan mondom, nem csináltam kávét. Ja, csak akartam? Hát ez akkor jó van. Ah, franc, ugye meg. Nem vagyok boldog, gyerekek, de nem adjuk fel. Csinálom tovább. Hát most meg a legjobb, mert ugye ráadásul éjszaka van. Mindjárt éjszaka lesz, úgyhogy védtelen a bázis. Jó lenne még most kiütni néhány blokkot, azt elkezded omlani, mi? Az úgy adná. Jó, kitaláltam egy másik megoldást. Jobban olyan rá kell támasztanunk ezt az egészet. És akkor megoldódott itt a létrás szimmetria problémai szerintem, hogyha azt sikerül megvalósítanom. Úgyhogy ezt még meg akarom csinálni, nem ismerek kilépni mentés nélkül, mert ki tudja, hogy nem-e az lesz, hogy mire visszaérünk, arra össze van borulva, hogy mit tudom, hogy a mentéskor történik egy olyan hiba, vagy bármi, és elindul egy láncreakció. Ez úgy valahogy nem örülnék neki. Na, semmi gond, gyerekek, semmi gond, de egyébként ilyentől nem tudok elcsüggetni, mert mindig kutatjuk, keressük a dolgokat. Hú, és megint lesz egy csomó szintlépésünk, úgyhogy az építkezés már olyan megéri. Semmi gond, gyerekek, teljesen minden uralunk. Uraljuk a dolgokat, semmi probléma nincsen. Nem kell megjedni, én is megjedtem. Kicsit kigyillott, mint a tubarózsa basszus a tetejának. Nem értem a fizikát, hogy miért az dölt össze. Ha valaki tudja, akkor nyugodtan írja meg, vagy nem tudom. Én nem tudom, hogy miért dölt össze. Ugye amikor itt elkezdtünk ásni, lehet, hogy az oszlopnak a terhelése megszűnt, és akkor ott történt valami olyan, hogy úgy érezte az engine, hogy annak össze kell dőlnie. Nekem ez nagyon fura volt, de én hiszek neki, hogy ez így működik jól. Jó, akkor amit szeretnék megvalósítani, ezt gyors meg is valósítjuk. Arra gondoltam, hogy akkor már... 1-2... 1-2-3, igen. Hogy? Fölülről elkezdjek merni, hogy elmerjek kezdeni építkezni, gyerekek? Izit akartam nézni, nincsen nekem elrakva, véletlenül. Ból lesz. Nem kell. Oszlopok, és ilyenek érdekelnének, vagy pedig pillár. Egy vékonyabb pillár, nem kell szerintem vastag, a terrelejt szerintem minden egy pilláron pontosan ugyanolyan. Csak a 0,5-ös pillár, de érdekes, hogy mondtam ezt a pillár dolgot, hogy ez hogy működteti ez a rendszer. Itt egy 0,3-as pillár, na ez például tök jó, ez egy baba. Ez egy baba dolog. És ez, hogyha fölmegy, mindjárt megnézzük, hogy ez hova fog fölérni. Ez ide fog fölérni. És ez pont jó, mert én pont ebbe gondolkoztam, hogy az lenne jó, hogy odaérne fel. Bármennyire is hihetetlen. Kell alátámasztás, vagy különben itt vége bulirak. Fú, ezért megjettem, hogy potyogtak a dolgok, hallod? Na mondom, ittem végünk van. Ennyi volt. Összeborul az egész. Keeper úgy fog égni, mint a Reinstark, meg úgy fogtok rögni, mint az állat. Ja, tudom, hogy be tudnak jönni fönn, de hát nem hiszem, hogy nem nagy gondot okozna egy akár milyen zombi is. Most ez fontosabb, hogy próbáljuk meg, hogy ne boruljon ezt az egész kócaráj. Oké, okay, szuper gyerekek. 4 darab oszlop középen, így. És az nem lesz annyira vészes, nem lesz olyan
kellemetlen érzésű, mivel vékony is, meg még ráadásul, hogy mondjam, itt középen van, ugye úgyis kinténykedünk, viszont meg tök jó átlátható lesz, a középső oszlopot meg ki fogjuk onnan vágni, mint a szart, mert azt szerintem nem fog kelleni. Meg esetleg ahhoz is adtattak ám ötleteket, hogy milyen hosszú legyen egy videó. Lehet, hogy ez már egy kicsit erős. Tényleg írjátok, hogy a frances emberét. Sőt, lehet, hogy el is búcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jók legyetek, és akkor innen folytatjuk. Sziasztok!